Finom és tiszta fehér színű, gyöngyfényű, alapanyaga tömör, fényes és kiváló fényáteresztő képességgel rendelkezik. Az ősi tengeri selyemút a dél-kelet-kínai tengerpartján fekvő Chuanzhou várostól indult nyugatra, porcelánt és teát vittek rajta Európába. 800 évvel ezelőtt a dőhuai porcelán Kína fehére néven igen nagy hírnévnek örvendett a világon. Zhang Pengfei ősei, tanúi és alakítói voltak a helyi porcelán ragyogó történelmének. Ez a Taxing palota, amelyet az őseim 1722-ben építettek. Régen sok külföldi üzletember foglalkozott Tőhuában porcelánkereskedelemmel. Ebben az utcában tárgyaltak és kereskedtek. Itt akkoriban az egyik porcelánelosztó központ volt. Sok jó minőségű porcelán innen jutott el a világba. Több száz évvel később Chuanzhou kikötőjének arculata teljesen megújult. A porcelángyártást tovább örökítik, és új történelmi fejezetet nyitottak. Legkorábban, 1988-ban papírdobozokat gyártottunk. Akkor mások mondták nekem, hogy ha a Tőhuában jó jövőt akarsz, akkor porcelángyártással kell foglalkozni. A 90-es évek elején elkezdtem porcelángyártani, és folyamatosan kapcsolatot alakítottam ki külföldi partnerekkel. Rájöttem, hogy ha a külföldi piacon sikert akarunk elérni, akkor egyrészt jó minőséget kell nyújtanunk, másrészt innovációra van szükség, hogy a porcelán termékekben egyszerre legyen jelen az adott ország és az itteni hely kultúrája. Ma Dőhua járásban több mint 3000 porcelángyártó működik. A járás népességének fele végez valamilyen porcelánnal kapcsolatos munkát. 2018-ban a helyi porcelántermelés bevétele a 32 milliárd yuant is meghaladta. A tengeri selyemút fellendülésével a szállítási mennyiség, a szállított áruk fajtája és a kereskedelmi forgalom is sokkal több lett, mint korábban. A dőhuai porcelánkészítés több száz év után is folytatódik. A kis Shunmei porcelángyár mára Shunmei csoporttá bővült. Az ország folyamatosan nyitottabbá válik. A mi Shunmei csoportunk is folyamatosan kapcsolatban áll a világgal. Mindig haladunk, mindig fejlődünk. Csoportunk tavaly több mint 20 millió amerikai dollár értékű terméket gyártott, de a jövőben még nagyobb fejlesztési lehetőségek várnak ránk. A porcelán Dőhua pótolhatatlan életereje. Az égető kemencék soha ki nem hunyó lángja meséli el a dőhuaiak régi történetét, és megvalósítja az új álmaikat is.